Köszöntöm a Miskolc Televízió nézőit, önök heti sport összefoglalunk a sportpercek adását látják. Összeállításunkat labdarúgással kezdjük, ugyanis hátrányból állt fel újra a Diósgyőri szerzett újra nagyon értékes győzelmet az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. DVTK Budapest Honvéd 2-1. Újabb 3 pontot gyűjthettek be tehát a piros-fehérek, akik így újra kiléptek a kieső zónából és utolérték pontszámban az előttük álló ellenfelet. Eltiltás és sérülés miatt több helyen is változott a kezdő 11 a Honvéd ellen, de ettől a nem mellékes ténytől függetlenül is a terv az volt, hogy tovább folytatja pontgyűjtését a piros-fehérmezes házigazda. 5026 néző biztatása közepette a 8. perc végén az első zicser a Diósgyőré volt, de Mihajlovics lövését blokkolt a kálnokik is. Negyed óra elteltével aztán megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A játékvezető szerint Danilo tétlenlesen volt, így amikor közelről a hálóba vágta a labdát, szabályosan tette, ezzel vezetett a Honvéd. 61 perc játék után Hassani tette üres területre a labdát, amire a védők mögül Vernes érkezett remek ütemben, és okos emelésével egyenlített a Diósgyőr. A vendégek 73. percben vezetett támadása végén nagy védéssel tette hozzá magáét a csapat produkciójához Bukrán kapus, majd jött a találkozó 75. perce. Ekkor Vernes ívelt az ötös magasságába, Gróf kapus nem jött ki, a berobbanó Prosser pedig első DVTK mezben játszott bajnokián győztes gollal mutatkozott be. DVTK Budapest Honvéd 2-1. Higgadt, fegyelmezett, a taktikát betartó csapat volt, és akkor sem esett kétségbe, hanem megőrizte a nyugalmát a házigazda, amikor hátrányba került aránylag gyorsan hazai pályán. A védelem megszilárdulni látszik, kevesebb találatot kapnak a fiúk, mint korábban, és jöttek a gólok is. Ezzel együtt pedig a pontok is, és elkezdett emelkedni a csapat, és ezután a forduló után újra a piros-fehérek alatt húzható meg a kiesés jelentő vonal. De érthetően elégedetlen volt, mint ahogyan fogalmazott, nagyon-nagyon bosszús volt a kispesti tréner a mérkőzést követően. Subka Attila elmondta, elégedetlen az első félidővel, támadó és védőjátékukkal, helyzeteikkel, amikből csak egyet sikerült értékesíteniük. Viszont a második félidőben érthetetlen módon visszatoltuk a védekezésünket, nem mertünk feljönni annyira az ellenfélre, mint ahogy az első félidőben, amikor sok labdát is szereztünk, és abból lehetett volna még lehetőségeket kialakítani. És ahogy a múlt héten mi kaptunk 2 gólt a Puskás Akadémiától, most adtunk az ellenfélnek 2 gólt a mai mérkőzésen, mert én úgy gondolom, hogy ezen kívül tulajdonképpen a Diósgyőrnek talán 2-1 után volt egy lövése a Prosser részére, amit a Dávidnak fogni kellett. Ilyen hibákat nem szabad elkövetni ilyen szinten, ezt mondhatja az ellenfél is ugye a Puskás részéről, de ez bosszantó, hogy az első gól előtt visszapasszoljuk a középpályáról középre a labdát a kapusnak, aki nem oldalra rúgja ki, hanem középre elég rosszul, és abból gólt kapunk. Egy 40 méteres felívelt labdát a védőnk nem tudja kontrollálni, nem tudja elfejelni, gólt kapunk belőle. Ezen a szinten ennek csak ez lett a következménye, mint ami volt a mai mérkőzésen, hogy 1-0-ás vezetésből 2-1-re kikapunk. Pedig a kispesti keret minőségéről, erejéről talán az mond a legtöbbet, hogy a vendég kispad a második félidőben pályára küldte azt a David Ngogot, aki a Liverpoolban is szerepelt, majd kicsit később érkezett, sok év Bundesliga szerepléssel a háta mögött a Hertában is szereplő Ben Hatira. Utána behoztuk a Mayer Milánt is, átalakítottuk a játékrendszerünket, próbáltunk még támadóbbak lenni, de viszont az utolsó passzoknál elég sokat hibáztunk a 16-os környékén, ott nem tudtuk a végső passzokat pontosan megjátszani. És hát a végén volt egy 100%-os 11-es, amit a bíró nem adott meg, amikor a mezgránit 2 kézzel kilökték az ötösnél a kapu előtt a bejárás után. A csapatával újabb rendkívül értékes 3 pontot begyűjtő Fernando Fernández szerint 2 arcú, 2 részre bontható mérkőzést játszottak, mely során az első félidőben voltak gondjai a csapatnak, gólt is kapott, de az is látszott, hogy az ellenfél egy erős csapat minőségi labdarúgókkal. Ám a szünetben sikerült helyére tenni bizonyos dolgokat, és jobb lett a DVTK a folytatásra. The first half, we knew from... Az első félidőben bekapott gól után úgy éreztem, túlvállalja magát a csapat, mindenki egyből támadni akart rohamozni a vendégkaput. De nekünk pont a türelemre volt szükségünk, hogy a főleg Danilóhoz és Hollanderhez köthető letámadásokat kezelni tudjuk. Kulcs pillanatnak éreztem, amikor Szabó kicsit hátrébb lépett, ettől ugyanis dinamikus kusabbá lett csapatunk játéka, jobbak lettek megindulásaink, veszélyesebbé váltunk, hiszen több mélységi játékot tudtunk kezdeményezni. Ezek miatt fordult meg végül is a mérkőzés.
sorolta észrevételeit a hazai szakember, akitől megkérdeztük, hogy mekkora szerepet tulajdonít annak, hogy a csapat bár hátrányba került hazai pályán, de ebből nem lett kapkodás, fejetlenség, hanem megőrizte a nyugalmát, türelmét a csapat. Tették a dolgukat a taktikára figyelve a piros-fehérek. Azt gondolom, a türelem, amit kérdeztél, az volt a kulcspont. Csapatunknak talán a legnagyobb erőssége az, ha türelmesen játszik, megbecsüli a labdákat, és megvártuk azt a pillanatot is, amikor üres területekre tudtunk beindulni. Ebben vagyunk nagyon erősek, és ennek kivárása egy nagyon lényeges pont volt. Ehhez kell a türelem még akkor is, ha esetleg hátrányban vagy. De fontos, hogy kompaktabb lett a játékunk. A Honvédnak nem igazán volt nagy helyzete. Az egész 90 percet nézve pedig újra bebizonyították a játékosok, hogy mindenkire lehet számítani, pedig új tag is volt a pályán, de ő is bizonyított. Nagyon értékes, hogy kétszer is hátrányból tudott felállni a csapat, megmutatta erejét, megmutatta, hogy van ereje, van tartása, ahhoz, hogy hátrányból a maga javára billentse a mérkőzést. Most kijöttünk a kieső zónából, de nagyon fontos, hogy ugyanígy dolgozzunk tovább is. Részletezte a győzelem okait a szakvezető, akinek feltettük azt a kérdést is, hogy egy hete a második, most pedig a harmadik helyezett együttes győzte le a DVTK. Többet érnek ezek a sikerek 6 pontnál. Ezek a győzelmek, a Honvéd és a Vidi elleni siker is összesen 6 pontot jelent, de mégis kicsit talán többet is. Ezek a győzelmek feltöltik az önbizalmunkat, hitet adnak a további munkához, de nekünk végig úgymond a földön kell maradnunk, azon a hosszú úton, amiben belevágtunk, és aminek a végén el kell érjük majd céljainkat. Tudtuk meg Fernando Fernandeztől. A spanyol szakember elmondta még, nem tudja, mi lenne akkor, ha csapata szerezne meg egyszer végre a vezetést egy mérkőzésen. Nem tudom. De gratulálok minden esetre játékosaimnak, mert én mindig szervezett csapatot akarok a pályán látni, és most is azok voltak. De emellett meglehetősen támadó is volt együttesünk, elég csak ránézni a pályán lévőkre az összeállításra. Nagyon szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy ennyien kijöttek, azt hiszem ez egy olyan teljesítmény volt, amit mindenki szeretne látni Miskolcon. Nagyon szeretném továbbá, hogy még tovább erősödjön a szurkolók és a csapat közötti egység, hiszen ez nagyon sokat jelent nekünk. Zárta gondolatait a DVTK vezetőedzője. A gólszerző Vernes helyére érkezett a pályára, és újra jó teljesítmény nyújtott a saját nevelésű 19 esztendős középpályás. Az első fél időben elég, hát nem úgy alakult a játék, hogy azt elterveztük, és amit az edzőstáb elgondolt, de a másik fél időre fel tudott javulni a csapat, és sikerült megfordítani a meccset, és nagyon fontos 3 pontot szereztünk. Nagyon sokat számított, hogy a proszi beállt szerintem, előrefelé sokkal jobbak lettünk, és a Honvéd is visszabált igazából, és sikerült helyzeteinket berúgni. Mennyire volt ez kényelmetlen mérkőzés a pályán, ugyanis megint úgy indult a 90 perc, hogy aránylag gyorsan vezetés szerzett az ellenfél, és kapaszkodni kellett. Megint nagyon nehezen indult, hiszen gólt kaptunk az elején, utána futhattunk az eredmény után, de sikerült fordítani az eredményen. Hát nehéz meccs volt igazából tényleg, mert a Honvéd egy kényelmetlen stílus játszott, csak igazából vágták előre a labdát nagyon sokszor, és de a másik időben sikerült átmenni a kezdeményezést, és meg is fordítottunk meccset. Rendhagyó módon arra kértük a fiatal középpályást, hogy osszon meg velünk egy-két gondolatot saját produkciójáról. A játék is jól alakult, a Honvéd igazából szerintem olyan nagyon nagy nyomást nem helyezett ránk a végén, szóval hát volt már nehezebb meccsem is. Nagyon fiatal játékosként egy fiatal edzővel dolgozhat együtt Géringer Tamás. Rákérdeztünk arra, hogy miben tud igazán segíteni a nagyszerű pályafutást maga mögött tudó, volt DVTK játékosból lett DVTK vezetőedző. Mindenképpen az, hogy nyugalmat áraszt a csapat felé, hiszen eddig hiába voltak vereségek, a csapat ugyanúgy megnyitotta a csapatot, és a csapat ugyanúgy bízik benne, hogy az elejétől kezdve. Ez egy nagyon pozitív dolog szerintem, és igazából nem az van, hogy a rossz eredmények után bűnbakot keresett, hanem ugyanúgy vitte tovább a csapatot és az elképzelését, és igaza is lett neki. Ez a két értékes, erős ellenféllel szemben elért siker megadhatja vajon azt a lendületet, amire várnak a szurkolók, vár a csapat is? Természetesen, hiszen most sikerült elmozdulni a kieső helyről. Most két ismét nagyon nehéz mérkőzés jön, de hát
ez a kettő is nehéz volt, és ezeket is behúztuk, szóval lehetetlen nincsen. Bár Vernes egy góllal és egy gólpasszal zárta a találkozót, talán még az ő produkciójához mérhető, az a 12 perc játék után első DVTK bajnokján rögtön győzteskolt szerző kölcsönjátékos teljesítménye. A legfontosabb az volt, hogy nyerjünk, ha szerencsére sikerült. A csapattársaim meg már a meccs előtt bíztak bennem, mondták azt, hogy beállok, aztán gólt fogok rúgni, ez szerencsére így is sikerült, a Vernes Ricsi adott egy nagyon szép paszt, oda kellett érjek, odaértem, aztán szerencsére be is rúgtam, úgyhogy megnyertük a meccset. Mindenki örült, hogy nyertünk, az nem számított, hogy kirúgta a gólt, vagy hogy hogy alakult a meccs, hogy elején nem vezettünk, de a lényeg, hogy végén, hogy nyertünk, aztán elkerültünk a kieső helyről, és addig nincs megállás, még meg nincs a biztos bennmaradás. Szerencsére a gól is mutatja, hogy nagyon gyorsan beilleszkedett új csapatába Prosser Dániel. Igen, már az első nap is már itt a Márkvárt, Forgi, Erik, úgy már sok embert ismertem itt, aztán tártkarokkal vártak, ölelgettek, úgyhogy nem volt nehéz beilleszkedni, csak a külföldieket kellett megismerni, de a tévében már őket is ismertem, úgyhogy nem volt gond a beilleszkedéssel. Nyugodtak tudtunk maradni, az fontos volt. A cserék is hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez, úgyhogy fontos volt, igen, de tényleg a legfontosabb az volt, hogy nyerjünk, úgyhogy sikerült is, úgyhogy szerencsére elértük a mai nap célját. Annyira egyben van a mezőny, hogy nincs idő sokáig ott fenn, akkor lélezegezni, ha úgy lehet mondani, úgyhogy nincs megállás a szezon végéig, és itt fenn kell maradni a vonal felett, és tényleg mi hamarabb kiharcolni a biztos bennmaradást. A tabella második Fehérvárt követően a meccs előtt harmadik helyen álló Honvédot is legyőzte tehát a DVTK, fellépve így a már bennmaradás jelentő vonal fölé 8 mérkőzésesre duzzasztva a pontszerző szériát. Az újabb labdarúgó győzelmet pedig szerdán este 8:30-tól nézhetik végig a Miskolc Televízió nézői. 18 mérkőzést teljesített és a második helyen állva várja a folytatást a női kosárlabda élvonalban az Aluinben DVTK. A miskolci kedvencek a bajnokság legutóbbi játéknapján hazai pályán fogadták a Beacot, és ahogyan Megyesi Dóra fogalmazott a végén, a mindig nehéz kötelező győzelmet sikerült hozni a csapatnak. A már régóta tartó jó széria pedig remek előjel a közelgő Magyar Kupa hétvége előtt. Újabb győzelmet könyvelhetett el a női kosárlabda élvonalban szereplő DVTK. Cicás László vezetőedző csapata a szombat délután rendezett mérkőzésen a Beacot fogadta és igazolva a papírformát magabiztos sikert ért el. A végén már csak az volt kérdéses, meg lesz-e a 100 dobott pont, ám végül 95-nél megállt a hazai ponttermelés, míg a vendégek 67-ig jutottak. A bajnokit követő értékeléseket a vendégek fiatalja kezdte, aki 18 percet töltött a pályán, és ez alatt 5 lepattanót, 2 gólpaszt és 2 blokkot osztott ki. Szerintem jól kezdtük a mérkőzést. A 8.-7. percnél kezdett így visszabadni a lendületünk a védekezésen, nekem ellenére szerintem hát a meccs elején nem igazán akart összejönni, viszont annak örülök, hogy a zóna védekezésben előrébb tudtunk lépni az eddigiekhez képest. A mérkőzést elvesztette, de a harmadik negyedet megnyerte a Beac miskolci vendégjátékán, és nem is hibáztatta a csapatát a vendégek edzője, a korábbi klasszis játékos. Tudtuk már a bajnokság kiírásának pillanatában, hogy ezt a meccset nagy valószínűséggel nem fogjuk megnyerni. Úgyhogy azzal a szándékkal jöttünk, hogy minél több jót csináljunk, és örömet okozzunk saját magunknak, mert ilyenkor ez a legfontosabb. Nyilván nehezítsük meg az ellenfél dolgát, amennyire csak tudjuk. Én nagyon örülök annak, hogy ez időnként sikerült. Időnként, helyenként, néhány percig szerintem méltó ellenfelek voltunk, de nyilván ez nem elég, meg nem így játsszák a kosárlabdát, ezt mi is tudjuk. Ennek ellenére mindig öröm ilyen meccseket játszani, mert nagyon nagy lehetőség a játékosoknak, hogy fejlődjenek. A győzelemért járó pontok begyűjtése volt a legfontosabb, ezentúl pedig így értékelt a DVTK irányítója a bajnokit követő tájékoztatón. Az ilyen meccsek a legnehezebbek, ugye a kötelező győzelmek, de hál' Istennek ezt az akadályt is sikerrel vettük, és tényleg köszönjük, hogy ennyien kilátogattak és szurkoltak nekünk. Hál' Istennek mindenki tényleg játék lehetőséget kapott, tényleg ő pontot is szerzett, úgy gondolom, hogy mindenki pontot szerzett a mai meccsen. Ez tényleg nagyon fontos, hogy a továbbiakban tényleg minden játékosra tudjunk számítani, és az ilyen meccseken tényleg mindenki önbizalmat szerezzen. Nyilván voltak hullámvölgyek, de hál' Istennek megoldottuk ezt a feladatot. Szülinaposként szép ajándékot kapott egy értékes győzelmet a csapattól a vezetőedző, aki elégedetten könyvelhette el az újabb pontszerzést.
Úgy gondolom, hogy egy kötelező házi feladatot teljesítettünk. Helyenként jó játékkal, amikor egy kis védekezésbe egy kicsit beleraktuk magunkat, akkor nagyon szép indításgólokat sikerült dobnunk. Nyilván rengeteg hibával játszottunk, de ahogy a Dóriel is mondta, tehát ilyen csapat ellen, ahol nincs olyan sok magas ember, nem olyan erősek a mezőny emberek, nagyon nehéz ellenük játszani, úgyhogy az legfontosabb. Én úgy gondolom, hogy mindenki sérülés nélkül megúsztuk ezt a mérkőzést. Tudni, hogy egész héten gyakorlatilag nem tudtunk normálisan edzeni, tehát az is rányomta néha a bélyegét a játékra, hogy egyedül péntek este voltunk 10 edzésen, de én azt gondolom, hogy helyenként jó játékkal szépen szórakoztatunk a közönséget, úgyhogy a célt elértünk, továbbra is a második helyen vagyunk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Most pedig elmegyünk és megünnepeljük a győzelmet, meg egy-két emberkének a születésnapját. Ugyanis Zele Dorina is évfordulóhoz érkezett a szakvezető mellett, így a két ünnepelt miatt mindenféleképpen győzni kellett. A folytatásban sem lesz ez másként, 23-án szombaton ugyanis újra hazai pályán szerepel majd a DVTK, amikor is a Vasast fogadja. Azt követően pedig március 1-én pénteken a Peac ellen kezdi meg Magyar Kupa hétvégéjét a Miskolci együttes. Magabiztos sikerének köszönhetően továbbra is őrzi a bajnoki tabellán a második pozíciót a DVTK. A most összefoglalt találkozót pedig kedden, sportműsorunk után, 19 óra 30 perctől tűzi műsorára a Miskolc Televízió. Idegenben szerepelve az egyik legerősebb ellenfél otthonában is sokáig jól állt és nyitottá tette a mérkőzés, de végül nem sikerült a bravúr, nem borult a papírforma a Szolnok Miskolc vízilabda bajnokin, és végül győztek a hazaiak 11-8-ra. A korábbi Bajnokok Ligája győztes Szolnok csak a záró negyedben tudta eldönteni a mérkőzést. Ezt követően már csak egy forduló van hátra az alapszakaszból, és indul a rájátszás a pólóélvonalban. Sosem egyszerű egy Bajnokok Ligája győztes otthonában szerepelni, ezúttal sem volt az a miskolci pólósoknak a szolnoki vendégjáték. Győzelme esetén megelőzte volna ellenfelét Sike József edző együttese, és ennek megfelelően tartotta is a lépést a házigazdával az MVLC. A Szolnok 11-8-as győzelmét követően 13 mérkőzésbe szerzett 33 pontjával a második, míg miután nem sikerült a bravúr győzere, maradt a harmadik helyen a miskolci csapat 30 pontot gyűjtve eddig. A folytatás pedig még egy fordulóval hátra az alapszakaszból, mely során majd hazai medencében szerepelnek a mieink, 23-án szombaton az OSC, vagyis az alapszakasz mind a 13 mérkőzését megnyerő, remek formában lévő együttes ellen. Egyébként ezt, vagyis a veretlenséget még az FTC mondhatja el magáról, nem véletlen, hogy ez a két csapat magabiztosan vezeti csoportját. Miután a Miskolc Televízió nézői már láthatták hétfőn este a vízilabda bajnoki történéseit, így most a találkozót követő értékeléseket mutatjuk meg önöknek. Igazából örülök, hogyha a szolnokiak azt látják, hogy ez rangadó volt, mert a magyar vízilabdában nekünk nem nagyon sokan drukkolnak Miskolcon, tehát egy tévémérkőzésre nem tudtunk még bekerülni, pedig ezüstérmesek lettünk. Küzdünk, mi szépen dolgozunk. A mai mérkőzésről csak annyit mondok, hogy a pontosabban lövő csapat megnyerte a mérkőzést magabiztosan, de maga a játék az szerintem kiegyensúlyozott volt, küzdött a két csapat nagyon szépen, azért ebbe a Szolnokba világsztárok is vannak, olimpiai bajnokok, nálunk is vannak nagyon jó játékosok, de pont ez a minőségi különbség ma én szerintem a pontos befejezésekben. Talán ha nálunk jobban sikerülnek a lövések, akkor lehetett volna a végén valami dráma belőle, de így a Szolnok magabiztossá tette a mérkőzést, főleg gondolok itt, amikor nehéz helyzetben voltak a Prajnovićot Péteres szabaddobására. Egyébként gratulálok a Szolnoknak, küzdjenek csak itt tovább, ott van a backcourt, még nyitva van a kapu, be kell menni, mert nem jó a magyar vízilabdának, minél több csapatnak ott kell lenni. A Miskolc meg majd, mint fiatal csapat, 4 éves nagy múlttal, majd mi is küzdünk tovább. A mérkőzés jelentős részében idegenben is nyíltá tudta tenni játékával a bajnokit a Miskolci Vízilabda Klub, és főként a 3-1-re megnyert zárónegyed okán könyvelhette csak el újabb sikerét a házigazda. Gratulálnék mind a két csapatnak. Közdöttünk tényleg nagyon keményen mind a két oldalról, úgyhogy tényleg nagyon fárasztó és nagyon-nagyon kemény mérkőzés játszottunk.
meccs előtt, pár nappal meccs előtt nagyon-nagyon nehéz helyzetbe bekerültünk. A betegségekkel, meg sérülésekkel, és az volt a cél a mai mérkőzésen, hogy persze, 3 pont, nagyon fontos ez volt, és amit mondtam a csapatnak a megbeszélésen, hogy mennyivel tudunk egymásnak segíteni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ez ma nagyon sikerült, nagyon oda tettük magunkat, nagyon sok olyan is volt, ahogy valamelyik játékos nem játszott a saját poszton, hanem máshol, úgyhogy azért gratulálnak az én csapatomnak is, ez tényleg férfias munka volt, és visszatérve az elejére, én igenis azt mondom, hogy Miskolc-Szolnok ide egy rangadó mérkőzést, nagyon tiszteljük és becsülünk a miskolci csapatot, tényleg egy jó, nagyon jó csapatnak tartunk, és nagyon örülök ennek a 3 pontnak. A házigazda és a válogatott alapemberének számító Nagy Viktor kapus így látta az alapszakasz utolsó előtti fordulóját. Minden évben kemény meccset játszunk a Miskolccal, idegenben és itthon is, úgyhogy ez a mai is egy nagyon brusztos, kemény meccs volt. Örülök neki, hogy a végén tudtunk nyerni. Meccsről ennyit, és én is köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen időben tényleg ki tudtak jönni, és szurkoltak nekünk. Biztatnám őket erre, hogy a jövőben is jöjjenek egyre többen, mert egyre izgalmasabb meccseket fogunk játszani. Ez a segítség természetesen minden csapatra, így a Miskolci együttesre is ráfér. A szezon során eddig nyújtott produkciókán pedig reméljük, emelkedik majd a miskolci nézőszám is a playoffra. A Miskolci együttesből ezúttal a korábban Szolnokon is pólózó, hozzánk a Debrecenből érkező játékos értékelt. Igazából csatlakoznék az edzőhöz, mivel próbáltuk a Szolnok dolgát megnehezíteni, ugye a védekezésünk az elején nem úgy sikerült. Utána a második negyedtől már úgy éreztem, hogy a csapat azért összeállt, sokkal jobb volt a szűrése a lövéseknek, akkor följebb is jöttünk. Ez a harmadik negyedre elfogyott sajnos, és ők ezt jobban kihasználták. A hétvégi újabb bajnoki fordulóig, ami az alapszakasz zárása is lesz egyben, nem maradunk vízilabda nélkül, ugyanis sportműsorunk kezdése előtt nem sokkal kezdte meg szereplését a magyar válogatott az oroszok elleni világliga mérkőzésen. A Győrben rendezendő találkozón képviseli csapatunkat a válogatottban Csoma Kristóf kapus, hozzá csatlakozott még a betegségek miatt a keretbe utólag meghívott Bedő Krisztián és Nagy Ádám is. Önök az elmúlt percekben a Miskolc Televízió heti sport összefoglalóját látták. Ne feledjék, egy hét múlva újra várjuk majd önöket a képernyők elé, hogyha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!